Azért választottam Csepelt, annak ellenére, hogy nincsen hozzá személyes közöm, mert engem érdekelt mondjuk például a munkásmozgalom, és most olyan témákkal foglalkozom, hogy szerettem volna a munkásnők életéről írni valamit, és azt gondoltam, hogy ez jó apropó lesz, hogyha elkezdek kutatni. Hát nyilvánvalóan nekem egy ilyen ambivalens viszonyom van Budapesttel, mint azt hiszem, hogy a legtöbb embernek ez az érzése, mert nyilván, hogyha ítéljük a mindennapi életünket, akkor negatív meg pozitív dolgok egyaránt történnek velünk.